Sziasztok! Üdvözöllek titeket egy újabb videóban, amit itt a vágóképeken is láthatatok mögöttem, az nem más, mint egy ilyen Flaschenhaus. Mi? Hogy hívják ezt magyarul? Ezek az üvegből készült házak. Annak idején készült ilyen kismillió mindenhol Európában, hatalmas divatja volt. Hát most nézzünk meg egyet, amiből igazából azt hiszem mondhatom, hogy a falakon kívül semmi nem maradt. Lássuk! Házikóról tudni érdemes, hogy valamikor a 70-es években építette egy faszi, természetesen feketén, és a történethez hozzátartozik az is, hogy ide kijöttek a rendőrök, és hát így közölték vele, hogy nem biztos, hogy annyira jó, hogy ezt ide sikerült neki felépítenie. Mira Géza úgy döntött, hogy egy kicsit a cségóba érezte magát, így elővette egy izét, egy sörétest, aztán így megkérték, hogy távozzanak, majd hát a rendőrök mondták, hogy jó, akkor ezt tegye le, és akkor fáradjon velünk. Ha minden igaz, emberünkkel azóta nem tudni, hogy mi történt, de hát ez a legendárium része. Most akkor viszont nézzük szét bent is. Valahogy így néz az itt ki. Itt látszik belülről, hogy hogy néz ki ez az üveg. Egész érdekes, ahogy így átszűrődik rajta a fény és megvilágítja. Még ha megnézed, akkor itt megvan az eredeti szőnyeg. És ha minden igaz, akkor ott lehetett valami kandallóféle, ha ide nézel. Akkor itt látszik. Bár mivel nincs kémény, fogalmam sincs, hogy mi lehetett ez, de menjünk és nézzük meg a legjobb részét a háznak. Van itt ez a kis lépcsőfeljáró. És na itt látszik igazán mennyire izgalmas ez az egész. Mondjuk ezt így összerakni meg megépíteni azért elég korrekt kis munka lehetett, de mondjuk legalább jól néz ki. Azt egyébként meg ne kérdezzétek, hogy ezek milyen üvegek, mert hát szerintem van ezek között minden. Érdekes sörös üveget egyébként szinte nem is láttam, ezek az összes ilyen boros, meg ecetes, meg ilyen befőttes üveg, fogalmam sincs, hogy tényleg pontosan milyen. Itt még látni egy Jägermeistereset is, és ott van egy rumos üveg. Kérlek szépen, hát abból dolgoztak, ami volt. Mondjuk, ha itt áll egy keveset, hogyha alkeszoltál, akkor egyébként ez egy egész jó hobbi volt, érted? Építünk egy házat belőle, tehát mondjuk azért ehhez elég takaros mennyiséget meg kellett inni. A házikó egyébként nagyon primán meg lett építve, ugyanis teljesen készre csinálták. A redőnytől kezdve az áramon át minden volt itt, konyha, slozi és egyebek, ezeket majd mindjárt meg is mutatom. Ugye itt van ez a lépcsőforduló, amit az előbb itt mutattam. Itt látszik egyébként a legjobban ez az egész üvegtéma, és akkor menjünk egy szinten lentebb. Hát itt már azért egy kicsit, hogy is mondjam, nem olyan rózsás a helyzet, mint fent, de akkor előveszek egy zseblámpát, mert szerintem itt a kamerának sötét lesz, és akkor mindjárt megnézzük úgy itt lent ezt a lenti részt is. Itt lent egészen elképesztő, hogy milyen gané állapotok uralkodnak ahhoz képest, hogy fent semmi ilyen szétdobált szemét meg egyéb mocsok nincsen. Na hát akkor nézzünk be mondjuk ide. És hát szerintem ide lent ez itt valami volt szintén egy fürdőszoba, vagy valami konyha lehetett a csempéből ítélve, meg hogy ott van a víznek a leállás. Hát, meg az árulkodó jár, hogy slozi. Igen. Aztán valami spájz. Hát ezt a távirányítót, ezt külön hadd mutassam meg nektek, szerintem ez alsó hangon 40 éves. De tényleg az a minimum.
Aztán itt van egy tárolóhelység. Sokat nem tudok nyilatkozni az üggyel kapcsolatban, egy porszívódoboz. És ennyi. Aztán nézzük még meg itt. Ez mi extra? Egy lyuk tulajdonképpen. Itt pedig passzolom a kérdéskört. Még van itt egy boiler, egy hűtőgép, természetesen minden széllyel verve, meg itt lent is az üveg. Mondjuk itt szerintem nem néz ki annyira jól a dolog, mert ugye fent leg a lába, hogy átsüt rajta a nap, úgy egész érdekes, ahogy tényleg ilyen zöld, meg barna, meg mindenféle színben játszik ez az egész. Ja, és még egy jó konvektor is van, de hát ugye, mint mondtam, minden széllyel verve. És akkor ennek megfelelően nézzünk itt szép fent is. Itt mindjárt tudok nektek mutatni, hogy volt itt valami konyhaféle. Itt egy tűzhely, meg hát a csempéből azért ez elég hamar kiderül. Aztán egy jó képességű fürdőszoba. Zuhanykabin, illetve a slozi, ami most el sem tudom képzelni, hogy te kivételesen nincs tele szarva! Na jó, hoppá, ne bomlasztok itt a rendet, kérem. És itt van még hátul egy kisebb szoba, tényleg nem egy forrad valami, mindösszesen ennyi az egész, úgyhogy tulajdonképpen átélem az egészet, annyira kicsi az ablak és az udvar, mert amit ugye már mondtam, hogy a jó képességű redő, meg hát mindenhol. Üveg. A kunyhó egyébként szó szerint az erdőben a semmi közepén áll, a legközelebbi falu 2 kilométer távolságra van. Nem lehetett kismunka az anyagokat ide hordani sem, nemhogy aztán felépíteni, ráadásul mindezt engedély nélkül. Mondjuk nem biztos, hogy jelen esetben mindent el kell hinni, amit a neten találtam, mert a víz meg az áram is be volt vezetve, azt meg csak le kellett csatlakoztatni valahonnan, de ez már valószínűleg sosem derül ki.